Örülök persze, mindennek örülök, ami egy kicsit javít a helyzetemben, mert annyit szívtam az elmúlt, közeledünk a 4 évhez, mondjuk 3,5 évben, hogy ez is egy kicsi lépés előre. Na de hát miért kell nekünk kicsi lépésekkel tippegni? Miért nem nagy ordas lépésekkel tippegnek befele az eljárásunkból a Gergényi, a Gyurcsány és hozzá hasonló az emberek? Túl azon egyébként, hogy most ezt a dolgot minősítgessem, azért, amit én felsoroltam a tárgyalás során, hogy miért kérem én, hogy végre szüntessék meg a kényszerintézkedést, azokra az érveimre semmiféle reagálást nem tettek a bíróság részéről, tehát érdemben nem segítettek rajtam, mert nekem van egészségügyi olyan ok, ami miatt Budapestre kéne mennem, dolgoznom kéne, hogy családomat el tudom tartani, hogy a gyermekeim nevelésében, edzésre, hordás, versenyre, stb. A feleségemnek segítenem kéne, ez minimum Érdre, Pest megye, több töltőre, Budapestre kéne bejárni, ezekre nem is reagáltam. Tehát most eddig 2 órát vettem ki egy nap diós, de most kimehet a külön egész nap, ez mindenképp jobb így, de diós ez egy falu. És ugye a közéletből ki vagyok továbbra is vonva, ebben nincs érdemi változás, és szerintem sajnos itt az a cél. Tehát ugyanúgy, hogy a 2006, vagyis 2007-től, amikor ugye a félőes bujkás után elfogtak, abban az eljárásban is, amikor most a kúriai szinten felmentettek, hogy jogsértő eljárás folytatnak, abban is az volt az egésznek a célja, hogy kivonjanak a közéletből, túl azon, hogy koholt vagy nem koholt a város. Itt is ugyanezt látom. A kényszerintézkedés nem egy eszköz valamilyen cél és érdekében, hanem maga a cél, hogy ne legyen világ a közéletben. Benne. És mindig sajnos 2012-ben is működik, hát remélem, hogy ez javulni fog, de én küzdök a magam ezt. Egyébként még annyit szeretnék bejelenteni, hogy ezen túlmenően azért történt már egy nagyon fontos esemény a mi ügyünkben,
Azt jelesül pedig, hogy F. Robert, az a vádlottársam, aki már visszavonta a vallomását, és már az ügyészség feljelentésben, hogy a hét vádlottársunk együtt tett meg, hivatal vissza és kényszerületes, és ehhez hasonló ügyében. De ebben a feljelentésben is, hogy az egyik főszereplő volt, mai nap a feljelentést tett, az első, a letartóztatását elrendelő, annak idén 2009 nyarán elrendelő bíró, az indítványozó ügyész Konkoly Csaba személyében, ezt a nevet azért elmondom, jelentősen is ismert személyiségről, és még a legfőbb ügyés, az ügyész, a bíró és a legfőbb ügyészségnek ugye az utas, a panaszát, a bemutatás elleni panaszát utasító ügyész ellen is, tehát mindenki ellen, aki jött annak idén az előzetes letartóztatásban, helyezésében részlet van, és részlet. Ugyanis semmilyen, tehát mindenkinek mondom, semmilyen bizonyíték a 20 ezer oldalban nem tálalkod, de még egy fél szónyi sem arra van, arra a gyanúsításra, amire azt mondták akkor, hogy megalapozott gyanú, és konkrétan avval az egy gyanúsítással, az egy cselekményel, Tóka János Vire elvi támadással tették őt előzetes letartóztatásba, nulla bizonyítékkal az ügyben. Tehát azt gondolta nagyon helyesen, hogy valljanak szintén, ez hogy lehet. Mert onnantól kezdve valaki csak úgy beledobna a börtönbe, nulla bizonyítékkal egy koholt vádra, onnantól kezdve egyrészt mi hol beszélünk jogállamról, kettő, mit ér az olyan vallomást, amit utána kikényszerítenek egy emberből egy ilyen előzetes dobás után. Hogy ennek ügyében most kíváncsian várjuk, hogy az ügyészség eljárást indít. De az áprilisi feljelentés kapcsán valószínűleg elindult az eljárás, de minket nem értesítenek semmiről, de azon utasítanak, ahol értesíteniük kellett volna, nem utasítják, de nem utasították el. Ott is folyik a nyomozás az ügyészek és a rendőrök ellen. Folynak a bíró ellen, és hát derül ki, hogy most eltűnt a bizonyíték, ami akkor még létezett, de ez már a hamis bizonyítékot lett, avagy nem is volt, mint ahogy mi állatos pontunk, szerint nem. Onnantól viszont arról van szó, hogy ilyen emberről nem lehet azt mondani, hogy utána a vallomásainak az jogszerűen születcsúlyát. Egyébként ezért is még visszahézni, hogy az egészen abszolút, és nem is folyamatosan. És hogy ez lett volna. Csak a valamit, hogy mi támadunk?